Suzuki, Skoda, Ford. Ez volt a három legkeresettebb automárka 2018 júniusában. Az autópiac ebben az évben eddig minden hónapban pozitív változást mutat, most pedig a féléves összesített adatok is megjelentek, amelyek szintén azt mutatják, egyre aktívabb az autópiac. Folyamatos emelkedés van már 4-5 éve, egyenletes 15-20%-os emelkedés van minden évben. Ez az évben azt hiszem 22%-os, a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. Az új autópiacon azt lehet mondani, hogy visszatértek a magánvásárlók is, már a teljes eladás majdnem a felét magánszemélyek teszik ki, a többi még mindig cég és közület. A használt autópiacon is egy kb. 15%-os emelkedés történt a tavalyi évhez képest, itt elsősorban magánvásárlók dominálnak. Ha a két évvel ezelőtti adatokhoz viszonyítunk, akkor viszont másfélszer annyi autó került forgalomba, mint 2016-ban. Ezt már az autonavigator.hu weboldal főszerkesztője nyilatkozta. Katona Mátyás hozzátette, a június volt a csúcshónap eddig ebben az évben, több mint 14 ezer személyautót helyeztek forgalomba. Az eladások 37%-át a szabadidő autók teszik ki, a 10 legnépszerűbb modell listáján 5 modell pedig crossover vagy szabadidő autó. Gulyás József úgy véli, az emelkedés az alacsony kamatoknak, illetve a reálbérek emelkedésének köszönhető. A használt autópiacon a vásárlók leginkább a fiatalabb, 5-8 éves autókat keresik, de fontos feltétel még, hogy benzinesek legyenek a járművek. A hazai piacon túlnyomó részt egyébként eddig is benzines autókat kerestek. Továbbra is idősödik a hazai gépjárműpark, mert több mint 14 év a hazai állománynak az átlagos életkora. Ugye több mint 3 millió autó fut az útjainkon, és ezeknek a frissüléséhez, az állomány frissüléséhez sajnos még mindig kevés az az autó, amit eladnak újonnan. Ugye idén a teljes piacon éves szinten nagyjából 140-150 ezer példányos eladást láthatunk. Ennek nagyjából a duplája kellene ahhoz, hogy ne nőjön a hazai átlagos életkor. Azonban hiába produkál hónapról hónapra pozitív számokat az autópiac, a hazai gépjárműpark életkora így sem tud frissülni. Nyugat-Európában más a helyzet, ott ugye vannak olyan országok, ahol zömében dízelt adnak el. Nyilvánvaló, hogy a dízel autók egyrészt drágábbak, másrészt a hosszabb utazásokhoz ideálisak. A magyarországi átlagos futás az jellemzően kedvezőbb a benzines üzemautók számára, illetve árérzékenyebbek a vevők, emiatt inkább az olcsóbb benzines autókat választják. Az elektromos autók iránt is megnőtt az érdeklődés, de ez még mindig a piacnak egy apró szegmensét jelenti. Az új autó eladásoknál alig 1-2%-át éri el, és a használt autó esetén is alacsony számban vásárolnak elektromos autókat, de az adatok határozott növekedést mutatnak.